Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és sok szeretettel üdvözlöm mai előadónkat, Tisza Gézát, aki az Edu & Fun Digitális Élményközpont szakmai vezetője. Nagyon sokan ismeritek, hiszen már a digitális témahét kezdetekor ott volt a bölcsőjénél ennek a projektnek 2016-ban, együtt csináltuk akkor ezt a nagy projektet, úgyhogy sokszor adott már elő, és aki látta, hallotta előadni, tudjátok, hogy nagyon érdekes előadásnak nézünk elébe. Köszönöm szépen, köszönöm a felvezetőt is, Attila, nagyon hízelgő. Jó estét kívánok mindenkinek, szervusztok! Ahogy a cím ígéri, a 3D nyomtatással, 3D tárgyalkotással, tervezéssel fogunk foglalkozni, terveim szerint az elkövetkezendő 45 percben sűrűn, és aztán még egy 10 percben, hogyha elmaradtak kérdések közben, amikre válaszolni tudok, azokra válaszolnék, vagy hogyha valakiben a végén merül föl kérdés, akkor szintén. A bemutatkozás kiegészítéseként talán annyi, hogy az Edu & Fun Digitális Élményközpont az egy, hát egyelőre félközzel működő intézmény. Reményeink szerint a közeljövőben nagy számban fogadunk majd diákokat és pedagógusokat, mind bemutatótér, mind képzőtér. Alapvetően technológiával támogatott oktatáshoz egy kísérleti labor, elsősorban robottechnológiával, vezérelhető technológiákkal és 3D nyomtatással dolgozunk, aztán bízunk benne, hogy a közeljövőben bekerül ebbe a körbe a drón technológia is, ami alapvetően azért elsősorban egy robot technológia, és hát minden, ami a technológiához köthető, és mondjuk a köznevelési intézményekben eszköz tapasztalat hiányában megvalósítani, kipróbálni nehézkesebb vagy nem lehetséges, azok nálunk megjelennek, és foglalkozásokra lehet majd hozni a gyerekeket, képzésre pedig tudnak majd jönni a pedagógusok. És akkor ráfordulva 3D nyomtatásra, 3D tárgyalkotásra, immár harmadik éve szervezünk olyan táborokat és egyéb eseményeket, ahol ezt a technológiát is használjuk. A kicsit hozzáértőknek mondanám, hogy mi elsősorban Craftbot nyomtatókkal dolgozunk. Ez egy magyar fejlesztésű nyomtató, oktatási környezetben azt gondolom, hogy kiválóan használható. Nem igényel, a technológiából adódóan sem igényel egyébként olyan speciális elvárásokat, amit egy osztályteremben ne lehetne megvalósítani vagy kielégíteni. Végtelenül egyszerű a használata, és nekünk nagyon jó szolgálatot tesz a táborainkban, a szakköreinken és egyéb foglalkozásainkon. És ebből szeretnék egy ízelítőt adni, amit ezeken az eseményeken gyűjtöttem tapasztalatot, hogy mit látok én most a 3D nyomtatás jelenének, jövőjének, és hogy szoktunk mi tervezni a gyerekekkel, hogy szoktunk nekiállni ennek a folyamatnak. Felvezetésként csak annyit, tényleg most én bemutatóval azért sem készültem, mert hajlamos vagyok elbeszélni az időt, pedig most elsősorban mutatni szeretném majd azt, amit érdemes lesz csinálni, és ahogy Attila említette már a felvezetőben is, velem együtt. De hogy felvezetőként annyit azért hadd mondjak el, hogy a 3D technológia az egyik leginkább fejlődő technológia, hihetetlen szerteágazó a felhasználási lehetősége. Érdemes azt megjegyezni már kicsit zárójelben itt az elején, hogy nem csak a Craftbothoz hasonló átfolyatásos technológiával működő 3D nyomtatók léteznek, hanem sok másfajta is, de ez az egyszerű megoldás egyébként már ez képes számos területen megjelenni. Alapvetően, hogyha a lényegét szeretnénk megfogni, akkor azt gondolom, hogy az első, amit meg kell említenünk, az egyediség. Gondoljunk bele abba, hogy ahhoz, hogy sorozatgyártásban készüljön valami, mondjuk fröccsöntés technológiájával, ami az egyik legelterjedtebb sorozatgyártó technológia,
ahhoz egy egész gyártósort kell beállítani, viszont ez költséges, időigényes, tehát azért ezzel van macera. Ezt érdemes előtte lepróbálni, prototípusokon szokták lepróbálni. A prototípus gyártásban a 3D technológia egy nagyon meghatározó tényezővé kezd válni. Egyrészt. Aztán az egyediség okán gondoljunk bele abba, hogy az orvosláshoz, az egészségügyhöz kötődően a protézisgyártásban a fogtömések, fogpótlások gyártásában megint csak óriási lehetőség, hiszen a testünkben minden egyedi, és protézist is, fogtömést is úgy gyártanak, hogy van x száz minta, ezekből veszik a szükségeshez legközelebbi mintát, és abból farigcsálnak még lefele, adott esetben kézzel csiszolják ezeket a protéziseket. Hát ennél azért lényegesen pontosabban és lényegesen praktikusabban megoldható egy 3D nyomtatóval ez. Aztán vannak olyan megoldások, olyan most elsősorban design területéről jutnak eszembe izgalmas formák, aminek a létrehozása igazából a hagyományos, vagy már jól ismert és bevált technológiákkal nem is igazán oldható meg, vagy technológiák kombinációjával oldható meg nehézkesen. A 3D nyomtatás pedig végtelenül egyszerűvé teszi ezt a folyamatot is. Az a típusa a 3D nyomtatóknak, a 3D nyomtatásnak, az a fajtája, amiről én beszélek, aki a Kraftbot nyomtatót ismeri, és az ilyen értelemben az átfolyásos technológiát azt ismeri, vagy átfolyatásos technológiát ismeri, aminek során egy felfűtött fejen alapvetően műanyagot olvasztanak meg, és folyatnak át, és egy XYZ tengely mentén pakolják egymással a rétegeket. Maga a technológia végtelenül egyszerű. Egy időben keringett az interneten egy mém, ami az első 3D nyomtatóként mutatta be a hurkatöltőt. Lényegében így van. Tehát végtelenül egyszerű maga a technológia, valószínű a pontosságának a megoldása, és az eszközöknek, amik működtetik a technológiát, az eszközöknek az árának az esése hozta el azt a robbanást, és hozta el azt a fejlődést, hogy ma már tőlünk nyugatabbra, elsősorban Amerikában, háztartásokban is nagy számban veszik. Ott például már külön szolgáltatás létezik arra, hogy az otthon megtervezett dolgokat adott esetben elviszik valahova, és kinyomtatják abban az egyedi formában, ahogy azt mi magunknak megterveztük. Itthon is találunk már bérnyomtatásra lehetőséget, de azért ez még nálunk gyerekcipőben jár. A 3D technológia maga a technológiának a fejlődése már abba az időszakba esett bele, nem tekint olyan hosszú múltra vissza, már abban az időszakban esett bele, amikor az online internetes közösségek egészen aktívak voltak, vannak, és ennek következtében a számos olyan közösséget találunk az interneten, ami online közösségként saját terveit osztja meg, és szabadon felhasználóvá teszi. Ez azért egy nagyon jó lehetőség, mert kiindulásnak mindenképp azt javaslom mindenki számára, aki most ismerkedik magával a technológiával és a 3D tárgytervezéssel, hogy érdemes ezek között körülnézni, és a későbbiekben is használva válik az embernek, ugyanis majd amikor már tapasztalatunk van a 3D tárgyalkotásban, akkor is jól használható alapként egy-egy letölthető forma, egy-egy letölthető tárgy, úgyhogy ezeknek a közösségeknek a felkutatása az egy jó irány és egy jó kezdet. Ezért is lehet látni, nagyon remélem, hogy lehet látni a kezdőképen, mert nekem ezt nem vetíti vissza a rendszer, de hogy talán lehet látni a kezdőképen a Thingiverse nevű oldalnak a kezdő oldalát. Ez az egyik legismertebb, vagyis hát abban a körben, amiben én is
mozgok, meg alkotok abban a körben. Az egyik legismertebb ilyen oldal, ilyen közösségi oldal. Hogyha itt körülnézünk, alapvetően csak arra van kitalálva az oldal, hogy légy részese, keres magadnak megfelelő 3D tárgyat, és azokat adott esetben törzs le, nyomtasd ki, kezdj vele valamit, dolgozz tovább vele. Végtelenül egyszerű az oldal használata, fönt szabadszavas keresés által érdemes, én azt gondolom, hogy leginkább kutakodni. Most itt nem is látom, de azt hiszem, hogy valahol még egy korábbi frissítés előtt kint volt, hogy mennyi tervet lehet elérni az oldalon, de ez minimum 10 000-es nagyságrendű. És akkor teszünk egy próbát, természetesen leteszteltem előtte, de ezt gyakran tesztelem, hogyha beírom, hogy robot, és rászűrök erre a kifejezésre, akkor meg lehet nézni, hogy milyen tárgyakat, milyen 3D terveket lehet itt megtalálni. Adott esetben elemekből összeépíthető tárgyakat, itt most robotokat, elemenként nyomtatható formában. Hogyha az egyikre, vagy az egyik egészen szimpatikus számunkra, kedvet kapunk hozzá, én most találomra választok egyet, akkor meg lehet nyitni azt az oldalt, ahol elérhető további információ magáról a 3D tervről, és innét is tölthető le. Én mindenkinek javaslom, hogy a 3D alapvetően az online megosztó közösségeknek egy nagyon fontos eleme a ranking, és mindenkinek javaslom, hogy ezeket azért érdemes figyelni. Tehát alapvetően mondjuk megnézni, hogy hányan lájkolták, megnézni a kommenteket, a kommentekbe egy kicsit beleolvasgatni. Adott esetben pillanatok alatt kiderülhet számunkra, hogy a terv hibás, valamire nagyon oda kell figyelni majd a nyomtatásnál. Sok esetben viszont rögtön visszaigazolást kapunk arról, hogy kiváló, jól működik, nagyon szeretjük, jó? Akkor nagyon egyszerű a dolgunk. Hogyha megnyitottuk ezt az oldalt, akkor itt meg tudunk nézni további képeket ugye a tárgyról magáról, a tervről magáról, és innét már megint csak nagyon egyszerű a dolgunk, mert hogy azt mondjuk, hogy Think Files, erre ráklikkentünk, és innét letölthetők, hogyha elemekből van összeépítve az adott tárgy, akkor elemenként, adott esetben egyben. Fölhívnám a figyelmét mindenkinek erre a kis ikonra, erre a CC ikonra, ugye a Creative Commons ikonra, szabad felhasználású, tehát letöltés után dolgozhatunk vele, adott esetben nyomtathatjuk egyből. Én nagyon gyakran használom ezt, főleg, hogyha ajándéktárgyakat szeretnék készíteni, mert végtelenül izgalmas terveket lehet itt találni, olyanokat is, amiket mondjuk magam nem tudnék előállítani. Az egyik kedvencem a gyerekeimnek, nagyon szeretek puzzle-t nyomtatni, és jigsaw kereső kifejezésre meg lehet nézni, hogy milyen típusú puzzle-öket lehet itt találni. Mondjuk végtelenül izgalmasak a háromdimenziós puzzle-ök, amik térben rakhatók össze. Egyébként lehet, hogy puzzle kifejezésre is rátalán. Igen, itt még inkább. Jó, úgyhogy javaslom tájékozódásképpen, ötletgyűjtésképpen, a gyerekekkel adott esetben innét kezdeni, körülnézni itt, ha van rá lehetőség letölteni tárgyakat, esetleg átméretezni, hogyha nagy vagy túl kicsi a terv, és nyomtatni. Ez már is közelebb hozza a 3D technológiát a gyerekekhez, alapvetően meg hozzánk magunkhoz. Hogyha valaki tematizáltan szeretne keresni, hadd ajánljak egy ilyen oldalt, ez a NASA 3D, arc.nasa.gov URL címen elérhető, ezt rögtön meg is osztom veletek a cseten. Ezen az oldalon elérhető, most szándékosan a főoldat nyitottam meg, de számunkra ami érdekes, ezek a 3D modellek, én erre most ráklikkentek. Körül lehet nézni itt, hogy milyen 3D modelleket lehet találni. Iszonyatos nagy tárháza ez a NASA-hoz köthető objektumoknak, űrszondáknak, és teleszkópoknak, és mindenféle
csillagászati és űrkutatási eszközöknek. Arra azért érdemes figyelni, hogy én most tettem egy próbát, korábban ezt nem tettem meg, pedig szoktam reklámozni, vagy népszerűsíteni ezt az oldalt, de hogy nem akármilyen formátumban, hanem rögtön mondom, és ez számomra nem volt ismerős ez a formátum, alapvetően letöltés után 3D-es formátumban kapjuk meg a tervet, amit én mondjuk Photoshoppal meg tudtam nyitni, hát ez nem biztos, hogy mindenki számára rendelkezésre áll, de sem az a program nem tudja kezelni, amelyikkel foglalkozni fogunk a későbbiekben, sem a nyomtatónak a saját szeletelő szoftvere, ez a Kraftwerk nevű szoftver nem tudja importálni, úgyhogy valami átalakítást kell rajta végezni, de ezek, ezt leellenőriztem a Photoshopban, Photoshopból ez kiderült számomra, ezek 3D tervek. Na és akkor most lépnénk az alkotás mezejére, ez pedig a tinkercad.com oldal, ahol ingyenesen regisztrálhatunk, és regisztráció után készíthetjük a saját terveinket. A chatben szintén meg fogom osztani az URL címet. Mindenkinek javaslom a regisztrációt erre az oldalra. Egyetlen buktató van, amit érdemes figyelembe venni, különösen, hogyha gyerekekkel együtt használjuk. 13 éves kor alatt engedi ugyan a regisztrációt, de szülői jóváhagyást kér, az nekünk az egyik alkalommal még 2 évvel ezelőtt a nyári táborunkban egészen megbonyolította a dolgunkat, lévén, hogy 13 éves kor alatt próbáltak regisztrálni a gyerekek, ennek következtében meg kellett adni a szüleiknek az e-mail címét, a szüleiknek kellett volna jóvá hagyni, na ezt a kört ezt nem tudtuk megfutni akkor, amikor 3 órát szántunk a tervezésre, éppen ezért azóta azt csináljuk, hogy a gyerekeknek is elkészítettünk egy-egy kantot számozottan. Erre nincs korlátozás, hogy egy gépről mondjuk hány felhasználói fiókot hozunk létre, és ezeket szoktuk kiosztani. Hogyha valakinek van lehetősége, és aktívan próbál, vagy tud velem haladni, akkor érdemes gyorsan létrehozni egy fiókot. Addig én itt úgyis elbeszélek egy kicsit arról, hogy miket találunk a kezdő oldalon, és miután sikerült bejelentkezni, vagy belépni, azt hiszem, hogy kér egy validálást az e-mail cím nyomán, tehát erre azért érdemes készülni. Miután sikerült bejelentkezni, akkor talán azt a kísérletet is meg lehet tenni, hogy velem együtt szerkeszteni majd egy új tervet. Ami az én kezdőképemen látható, ami feltűnő, ezek a 3D tervek, ezek mind vagy általam készített tervek, vagy a táboromban a gyerekek által készített tervek. Ez itt valaki újként bejelentkezve, ezt itt üresen fogja találni ezt a részt, ezen ne lepődjön meg. Annyit azért már most megmutatnék, hogy abban az esetben, ha itt ebben a gyűjteményben, vagy ezen a felhőtárhelyen ezek a tervek elérhetők, ez lehet egyébként saját terv, és lehet egyébként importált terv is, majd meg fogom mutatni, hogy azt hogyan lehet kezelni, vagy éppen a Tinkercad közösségből a saját gyűjteményünkbe elhelyezett terv, akkor egyrésztről van lehetősége minden esetben arra, hogy tovább tervezzem. Itt jelzi is, azt látjátok, hogy magyarul beszél az oldal, tervezd meg, tehát onnét akár folytathatnám a tervet, de egyébként, hogyha csak nézelődök ezen a... Ezt nem én készítettem egyébként, ezt egy gyerek készítette, de nagyon kedves volt, az én nevemet írta ide fel, azt most néztem, és random választottam egy tervet. De hogyha ráklikkentek, akkor vannak olyan lehetőségeim, mint hogy a tervet meg tudom nézni 3D nézetben már rögtön itt szerkeszteni nem tudom, csak körbe tudom járni, hogy valóban ezzel a tervel szeretnék-e foglalkozni. Ugyanakkor a jobb felső sarkában ennek a nézetnek, és egyébként a kis nézetnek is, hogyha ezt bezárom, akkor van itt egy fogaskerék. Ennél a fogaskeréknél tudok megnézni alapvetően tulajdonságokat, tudom megkettőzni, a projektre ugrás az értelemszerűen azt jelenti, hogy tudom folytatni a tervet, vagy tudom törölni. A tulajdonságok lesz ebből a szempontból érdekes még számunkra, ugyanis hogyha a közösség részévé szeretnénk válni, az online közösség részévé, ebben az esetben a Tinkercad közösségének részévé,
amelyeknek a tartalmait használjuk, akkor azért minden esetben, hát, hogy mondjam, illik, és jó, hogyha ez nálunk is így egyre inkább átmegy, nekünk is a jól sikerült terveinket adott esetben megosztani. Az adatvédelemnél találunk egy olyat, az adatvédelem megnevezés alatt találunk egy olyat, amit tudunk váltani. A private van alapvetően kiválasztva, hogyha elkészítettünk egy tervet, és itt tudjuk publikussá tenni. A publikálás abból a szempontból is hasznos tud lenni, hogy mi a gyerekekkel például alapvetően mondjuk két gyerek tervez, most zárójeles, de alapvetően két gyerek tervez egy gépnél, már csak abból adódóan is, hogy részben legyenek folyamatosan egy együttműködési szituációban, részben pedig a kettőjük ötlete az, ami megvalósul. És amikor az összes pár elkészült a tervével, akkor mindig azt szoktuk csinálni, hogy van egy közös értékelés, megnézhetik egymás terveit, és ehhez nem kell ebben az esetben más csinálnom, mint hogy a tervnek a nevét megosztani a többiekkel, és mindenki a saját gépén, minden pár a saját gépén az összes tervet meg tudja nézni, miután publikusra állította a saját tervét. Jó. Igen. És jó, innét más számunkra nem lesz érdekes. Amit érdemes még megnézni itt a kezdő oldalon, az egyrészt van egy tanulás lehetőség a jobb felső sarokban, ahol egy jó pár tutoriál videót nézhetünk meg, találunk itt leckéket kezdéshez, projekteket kezdéshez, és ez abból adódóan is, hogy magyarul beszél, végtelenül jó kiindulás. Tehát, hogy teljesen egyértelműen elmagyaráznak itt számunkra mindent. A galériában nézhetünk még bele, ez az, amit mondtam, itt osztja meg a közösség egymással azokat a tartalmakat, amiket erre érdemesnek tart. Adott esetben találunk itt gyengébb tartalmakat is, de hát látjátok, hogy azért vannak itt egészen komoly tervek is, és ahogy az előbb említettem, hogyha az van, hogy szeretnénk vele dolgozni, akkor most itt ebben az esetben letöltésre megyek, és be kell importálnom, és akkor saját tervként tudom folytatni, vagy tudok vele dolgozni. Vissza a kezdő oldalra. Nem olyan régóta van egy olyan lehetőség is, hogy a projektek alatt, itt a bal oldalon, a projektek alatt külön, hát igazából mappákba rendezve tudom kezelni a dolgaimat. Nekem ez azért fontos, mert táborokhoz tudok létrehozni mappákat, vagy eseményekhez tudok létrehozni mappákat, és akkor ebben a mappában külön kezelem az egyes terveket. Hogyha pedig neki akarunk állni a tervnek, akkor eléggé szembe jön ez a felirat, készíts egy új tervet, erre klikkentsünk rá, ha valakinek erre van lehetősége, és megnyílik számunkra a szerkesztő felület. Akinek van némi gyakorlata vagy tapasztalata 2D-s tervező szoftverek használatában, az nagyon nagy segítség lesz. Azért nagyon jó lehetőség a Tinkercad a 3D felé nyitásban, mert tényleg végtelenül egyszerűen használható, ezt látni fogjátok. Felhő alapú, nem kell hozzá letöltenünk semmit, mindent itt tárolunk, és belépő szinten egészen sokáig el lehet vele jutni. Én tudok olyan cégről, akik a Tinkercad-ben tervezik meg maguknak egy-egy eszközhöz a prototípus. Nem ipari felhasználású elemekre kell itt gondolni, de hogy telefontokokat, tablettartókat és ilyeneket terveznek, és azt mondják, hogy erre kiváló a Tinkercad, nekik nem kell más, és ez a legegyszerűbb használat. Hogyha valaki ezen már túllépne, akkor természetesen vannak továbblépési lehetőségek. A Fusion nevű szoftvert szokták gyakran ajánlani, már én is használtam. Aztán
még mielőtt sokat várnék. Későbbiekben majd elmondom, mert nem fog eszembe jutni. Ja, de a Blender nevű szoftver mégiscsak eszembe jutott. Tehát van számos lehetőség. Hát ezek között már azért erősen körbe kell nézni, hogy melyik fizetős, melyiknek a ingyenesen használható verziója, az melyiknek korlátozott lehetőségeket nyújt, stb. A Tinkercad az teljesen ingyenes, és létrehozott fiókunk az bármikor elérhető számunkra. Na akkor nézzük a tervet. Alapvetően az oldalon, amiket találunk, kezdésnek a munkasíkot, ezen fogjuk a tervünket elkészíteni. Itt érdemes megszokni azt, és hát igen, ezt az elején nem mondtam, de itt az ideje, hogy mondjam, egérrel érdemes a 3D tervekkel dolgozni, ugyanis a bal kliknek fontos szerepe lesz ahhoz, hogy bal kliket lenyomva és az egerünket mozgatva tudjuk a munkasíkot kényelmesen forgatni, mozgatni. Erre nagy szükségünk lesz majd, mert különböző nézetekben kell majd látnunk a tervünket. Ahhoz egyébként, hogy visszatérjünk egy elől-felül fix nézethez, ahhoz itt a bal felső sarokban van nekünk egy ilyen kockánk, egyébként ezt is tudjuk mozgatni, hogyha ezt kiválasztjuk, akkor pedig pont egy olyan nézetet kapunk, amit ott jelez is nekünk a felirat. Közelíteni, távolítani itt az oldalsó gombokkal is tudunk, de nem ez a nézetet közelíti és távolítja, ugye nem az alakzatunkat, amivel majd dolgozunk, nem a tervünket, de erre pedig a görgő lesz majd a jól használható eszköz, tehát az egér görgőjével közelíthetünk és távolíthatunk. Hajlamosak a gyerekek egyébként annyira kedvet kapni a görgetéshez, hogy egy idő után eltüntetik a munkasíkot a látótérből, vagy csak egy pontként látszik, azt még nem is igazán tudjuk észrevenni. Na akkor nagyon jól jön egyébként, hogy térjünk vissza a kezdőnézethez, mert hogy olyankor előhalászni valahonnét a 3D-s területről, az szokott kihívásokat okozni. Jobb oldalon találjuk azokat az alakzatokat, amiket tudunk dolgozni. Korlátozottnak tűnnek a lehetőségek, de igazából ahogy tudunk velük dolgozni, majd látni fogjátok, az azért egészen végtelené teszi azt, hogy mit tudunk létrehozni a tervünkből. Az egyszerű alakzatokat kínálja nekünk itt föl első körben, de hogyha ezt lenyitjuk, akkor itt találunk egyéb dolgokat is. Találunk olyanokat is, hogy szövegek, számok például. Találunk olyanokat, hogy karakterek. Amiket nem kell egy... Tehát ez például különösen belépő szinten, ez nagyon kényelmessé teszi a dolgot, mert mondjuk egy bajuszt nem kell kiszerkesztenem, ha éppen egy bajuszos figurát szeretnék tervezni, hanem innét halászom, és legfeljebb azon alakítok még. És találunk csatlakozókat, aminek hát mondjuk az abban, amit mi szoktunk készíteni, abban ennek kevésbé van jelentősége. De látjátok, vannak itt még egyéb lehetőségek, azért kiindulásként mindig onnét indítunk, hogy egyszerű alakzatok. Sőt, leginkább onnét, hogy kocka, vagy itt, ahogy jelzik, tégla test, és egyszerűen drag and drop módon, tehát fogom és viszem, kihúzom a munkaterületre. Hogyha kihúztam a munkaterületre, akkor van az a nézet, amikor nincs éppen kijelölve, de egyszerűen, hogyha ráklikkentek, akkor ki tudom jelölni, és már is egy rácsvonalat húz köré nekem jelzésértékkel maga a szoftver. A rácsvonalnak pedig nagyon fontos elemei vannak. Az egyik nagyon fontos eleme ezek a fehér pöttyök. A fehér pöttyök azért lesznek nagyon fontos elemei a szerkesztésnek, mert hogyha ráklikkentek, egyrészt látom, tehát hogyha ráviszem az egeret, akkor egyrészt látom azt, hogy az egyes dimenziókban milyen méretei vannak ennek a tárgynak, másrésztről pedig innét fogom alakítani első körben a tárgyamat. Az egy nagyon fontos előjáróban, azt hadd mondjam el, az egy nagyon fontos tudás, hogy abban az esetben, amikor már egy egészen sokszínű, sokelemű alakzatunk van, és együtt szerkesztenénk, akkor mindig az alakzatunknak a legszéléhez mért dimenzió távolság, vagy dimenzió méretet fogja nekünk megadni ez a rész. Tehát az egyes elemeket, azokat onnét már nem tudjuk szerkeszteni. Vissza kell majd bontanunk a csoportosítást, de ezzel egy kicsit előre megyek. Na és akkor kezdésnek én azt gondoltam, hogy
Ja, bocsánat, két elemet még nem mutattam meg. Az egyik az, hogy ugyanúgy megjelenik, ahogy a dimenziókban a méretek, ugyanúgy megjelenik a forgatási lehetőség is, szintén a három dimenzió mentén, csak adott esetben meg kell találnunk, hogy hol jelöli, ahol tudja kitenni nekem ugye na most itt mind a három látszik. Egyszerűen tudunk majd forgatni vele egyébként szintén úgy, hogy az egér bal klikket lenyomva mozgatjuk az egeret. És még egy nagyon fontos elem lesz, amit rögtön az elején látunk, ez pedig ez a kis kúp itt fönt. Ez a kúp lesz az, amivel a magasságát, a tárgynak tehát nem a kiterjedését, hanem a munkasíktól mért magasságát tudjuk majd beállítani. Ez is nagyon hasznos lesz számunkra. Én most ezt visszavonom. És akkor már is lehet látni egyébként, hogy itt fönt pedig megtaláljuk a vissza és és az újra lehetőségeket. Ha valamit elrontottunk, akkor érdemes itt visszavonogatni. Nos, amit én mára terveztem, hogy a legutóbbi táborunknak a témája az okos város volt, és a gyerekekkel az okos városunkat első körben olyan okos épületekkel népesítettük be, amit maguk terveztek itt a Tinkercad-ben. Ott még egyébként az okos megoldásokat, azokat csak egy-egy dobozzal, vagy egy-egy felirattal, vagy ilyesmivel jelölték, amiket egyébként a későbbiekben aztán mikrovezérlővel, mikrobittel és robottal meg is valósítottunk. És innét jött az ötlet, hogy esetleg akkor azok közül, a házak közül, amiket én ott mintának terveztem, azok közül elkezdünk tervezni egy házat. Ami okos nem lesz, de legalább ház lesz, és 3D tervezéssel készül. Már is a dimenzióit kéne beállítani ennek a téglatesnek, tehát a méreteit kéne változtatni. Azt csinálom, hogy ráklikkentek valamelyik fehér gombra, akkor kimerevíti ezeket a számokat, tehát akkor nem fognak eltűnni egy ideig, és beleklikkentek egyszerűen a szám helyére, és azt mondom neki, hogy ez legyen milliméterben mérten, ez nekem kevés lesz, legyen mondjuk 100 széles, 100 milliméter széles, és mondjuk a magassága, az pedig legyen, a mélységét megadjuk akkor neki, igen, az pedig legyen mondjuk 40 mély, és akkor most nézzük a magasságát, az pedig legyen mondjuk 160. Jó, egy egészen nagy tervünk fog készülni, egy egészen nagy házat fogunk építeni. Igen, és a földtől egyelőre nem kell elemelnünk, tehát ennyit csináltunk, körbejárjuk, valóban azt csináltuk, amit szerettünk volna, le tudjuk utóbb ellenőrizni, hogy tényleg azok a dimenziók vannak, vagy azok a méretek vannak-e, amit terveztünk, és hogyha ezzel megvagyunk, akkor jön a következő lépcső, ehhez megint mi a téglatestet fogunk használni. Kihúzunk egy újat. Hogyha kihúztunk egy újat, akkor ennek szintén megadjuk a méreteit, méghozzá következőképpen ez lesz a bejárati ajtónk, és bevezetjük a furatnak a fogalmát. A furat az lényegében a tervezett testen, vagy tárgyon hiányként fog majd a készmunkánkon megjelenni. Az ajtót fogjuk megtervezni, ami lényegében egy bemélyedés lesz. Ehhez most azt fogjuk csinálni, hogy a mélységén nem fogunk állítani, mert annak most itt ezen a ponton nekünk nem lesz jelentősége. Viszont a magasságán állítunk, az mondjuk legyen 30-as, és a szélessége maradhat 20-as, ugye 20x20x20-as alapból, amivel dolgozunk. Na most a következő lépcső az, hogy ahhoz, hogy ez furat legyen, hogyha ez nem nyílt meg, akkor is itt kell lennie, hogyha ki van jelölve egy tárgy, akkor is itt kell lennie ennek a jobb felső sarokban ennek a lehetőségnek. Hogyha ez nem nyílt meg, akkor le tudjuk nyitni, és itt a következő lehetőségek közül választhatunk alap esetben, hogy ez szilárd legyen, ez az elem, amivel most dolgozunk, vagy furat legyen. Hát most ebben az esetben, mivel ezt mondtam is, ezt válaszok furatnak, és már is látjuk, hogy egy kicsit átalakította, legalábbis a látványban, kicsit átalakította, mert hogy áttetszővé teszi ezt az alakzatot, ezt majd adott ponton el is fogja tüntetni. Hát most egyelőre manuálisan kézzel behelyezzük az ajtónkat, megfogom és rátolom a házra. Még egyet fogok tenni, hogy legyen itt egy kicsit küszöbb, vagy legyen egy kicsit megemelve az ajtónk
bejárata a földszinthez képest, ezért most akkor kipróbálom azt, és megemelem az egész ajtót. Ezt úgy tudom megtenni, hogy itt hiába klikkentek erre a kúpra, ezt egy kicsit meg kell fogni, és el kell kezdeni fölfele húzni. Én mindig arra ösztönzöm a gyerekeket egyébként, hogy a méretek változtatásában, és a adott esetben mondjuk a magasság, tehát a munkasítómért magasság változtatásában soha ne a szabad kézre hagyatkozzanak, mert ott az utolsó pillanatban is, még mielőtt befejezik a szerkesztést, elcsúszik egy milliméter, lehet, hogy ott az lesz ennek a következménye, hogy a nyomtatásunk hibás lesz, mert a levegőbe kéne adott esetben nyomtatnia a nyomtatónak. Ez nem túl szerencsés, mindig számoljunk, és annak következtében mindig írjuk be ezeket az értékeket, amiket meghatároztunk. Például az elforgatásnál majd a 90 fokos elforgatás a leggyakoribb, hát azt is eltalálni szabad kéz, vagy kézzel az egeret mozgatva, hogy pont 90 fokra jöjjön ki, sokkal hosszadalmasabb, mint egyszerűen beírni a 90-et. Na, de nekem közben a kupnak a kijelöltsége az el is tűnt, de mutatom újra, tehát egyrésztről elkezdtem egy kicsit fölfele húzni, az alsó jelöli nekem a munkasító mért távolságot, és ide beírom a kettest, 2 mm magasan legyen nekünk a bejáratunk, tehát akkor lesz egy ilyen küszöbszerű valami. Hogyha ezzel megvagyok, akkor a következő lépés az, hogy összecsoportosítom ezt a két alakzatot, abból a célból, hogy a furat az tényleg csak fulat legyen, ne így jelenjen meg, mint egy jégkocka. Ehhez ki kell jelölnöm a kettő alakzatot, és majd ki kell választanom egyikont. A kijelölés az két módon történhet. Egyrésztről történhet úgy, ez most ebben az esetben a legkényelmesebb, hogy az egér bal gombját lenyomva húzok egy rácsvonalat úgy, hogy befoglalja mind a két alakzatot. Ebben az esetben látható is egyébként, hogy a kijelölt részen belül van mind a két alakzaton. Aztán van egy olyan lehetőség is, mert van úgy, hogy nagyon sok tárgyam van itt, és nem tudok egyszerűen úgy egy négyzetes rácsvonalat húzni, hogy egyszerűen ki tudjak jelölni pont kettőt, amire szükségem van. Ezért érdemes megtanulni, vagy érdemes azzal is játszani, vagy azt is használatba venni, hogy a Shift gombot lenyomva, bal klikket nyomva az egérre, jelölgetem ki sorba azokat, amikre szükségem van, és ez azt fogja eredményezni, hogy megint csak hozzáadja a kijelölést, tehát nem azt eredményezi, mint amikor simán bal gombot nyomok, hogy átvált a kijelölésben, remélem ez jól látható, átvált a kijelölésben, hanem azt eredményezi, most nyomom újra a shiftet, hogy a kettőt értelmezi együtt, és mind a kettő alakzatot kijelöltnek tekinti. Ez kell nekünk ahhoz, hogy a csoportosítást meg tudjuk csinálni. Jobb felső sarok itt a szilárd furat felirat fölött, vagy a shapes felirat fölött, ez lesz az, úgy jelöli nekünk, hogy egy kör és egy négyzet alakzatot összevon, vagy összevonva mutat. Mellette egyébként látjuk azt, hogy ugyanez a két alakzat szétválasztva, tehát ez lesz majd az, ami kapcsán újra szét tudjuk választani az összecsoportosított elemeket, ha mégis csak az egyik elemen kell változtatnunk, és nem mind a kettőn, amit összecsoportosítottunk. Most viszont tegyük meg ezt a lépést, és látjuk az eredményét. A furat valóban egy hiányként jelenik meg, megvan a bejáratunk, na így értelmezhető. Ugye eltűnt az az alakzat, ami egy jégkockaként volt látható, valójában kivágott egy részt a számunkra az épületünkből, vagy a nagyobb elemből. Legyen a következő lépcső az, és akkor itt ezen nagyon sok mindent meg tudunk nézni, hogy készítünk erkélyt az emeletes házunknak. Ne lepődjetek meg, hogyha nagyon fog egy panelházra hasonlítani, én egy dunajvárosi gyerek vagyok, leginkább ezekről vannak meghatározó épület élményeim. Ezt egyébként könnyű szerkeszteni, és sok mindent meg lehet rajta mutatni. Valóban egy panelház jellegű dolog lesz ez. Az ablakokat most nem fogjuk külön kivágni, ennek mintájára, ahogy megcsináltuk az ajtót, meg lehetne csinálni. Nézzük viszont, sokkal inkább izgalmas lesz számunkra, egy olyan erkély, ami végigvonul itt a, biztos láttunk már ilyen 70-es években épített panelépületet, vagy csúsztatott téglás épületet, csúsztatott zsalus épületet, végigmegy az egész ház szélességében az erkély, egy vékony pereme van,
és van egy kiléphető, tehát egy ilyen kilépő rész. Ugye ehhez arra van szükségünk, hogy már is tudjuk a szélességét az épületünknek, hiszen azt mondtuk, hogy pont ilyen szélesre szeretnénk. Hát emlékszünk rá, hogy ezt 100-ra vettük, 100 mm-re vettük, akkor itt ezt már is be tudjuk állítani. 100 mm-re vesszük a szélességét. A mélysége az mondjuk legyen 30-as, legyen 30-as a mélysége, a magassága, hát ne essen ki rajta senki, maradjon a 20-asnál. Na most, hogyha ezt itt beillesztenénk a házunkhoz, akkor az nem sokat segítene rajtunk, mert hogy hát innét azért le lehet esni, ezt úgy szoktuk megoldani mi a gyerekekkel, hogy furatot fogunk alkalmazni, ehhez szükségünk lesz még egy téglatestre, ami azt a hiányt fogja nekünk innét majd kivágni, ami a kilépő rész lesz az erkélyünkön. Na most, és akkor itt jönnek be a számolási feladatok, kicsiknél ez különösen jól trenírozza azt, hogy folyamatosan számoljanak. Hát mondjuk azt mondom nekik, hogy legyen egy 5 mm-es pereme az erkélyünknek, akkor értelemszerűen itt nem kell túlmagyaráznom, akkor ez egy 90 mm-es széles lesz, ugye? Hogyha 5 mm-es peremet akarok, és 5 mm-esre szeretném az alját is, akkor a földtől mért távolsága is itt 5 mm-es lesz. És még egy dolgot érdemes megcsinálnom, hogyha azt mondtuk, hogy ennek a mélysége 30-as, akkor egy olyan furatot érdemes létrehoznunk, ami nem 20-as mélységű lesz, hanem 25-ös, mert ugye lesz majd itt elől is egy pereme, és a hátuljához tudom majd illeszteni, most jön majd be az illesztés. Na most, hogyha megvan a két alakzatom, akkor már is tudok velük olyan szempontból dolgozni, hogy ugye ezt azt mondtam, hogy furatként fogom használni, először is átalakítom furatként, most pedig kijelölöm együtt a kettőt, én pont a shift-tel, hogy itt most ne kelljen egy keretet húznom, még a végén beleszi nekem a házat is, és azzal most nem szeretnék dolgozni. Kijelölöm shift-tel, és az egyik legpraktikusabb és legkényelmesebb megoldás, hogy az illesztést fogom használni. Mit akar az illesztés? A jobb felső sarokban találjuk itt az eszközök között, illesztés címszóval. Az illesztés... Bocsánat. Az illesztés, ahogy a neve is mutatja, a két vagy több kiválasztott alakzatot képes összeilleszteni a három dimenzió mentén különböző módon. Nagyon sokat segít nekünk egyébként a látvány. Ha azt mondom, hogy ezt az illesztési pontot választom ki, akkor értelemszerűen ehhez az éléhez fogja illeszteni, tehát ebből a szempontból fogja összeilleszteni a kettőt, a két elemet, ha ezt, akkor középre fogja rendezni nekem ide a furatot a szilárd testen. Az nekem azért nem lesz jó, mert akkor 2,5 mm lesz itt a korlát. Hát belülre nekem nem kell korlát, mert onnét valahogy ki kell majd jönnie ugye a lakónak. És hát innét már érthető, hogy ez pedig a másik illesztést teszi. És ugyanezt teszi egyébként az összes többi gomb a három különböző dimenzió mentén. Na most, ha valaki követett eddig, akkor kitalálhatja, hogy illesztenem kell ezen a ponton, és illesztenem kell ezen a ponton, és akkor már is olyan helyen van nekem a furat, ahonnét pont akkora részt kell kivágnia, amekkora részt kivágásra nekem szükségem van. Megszüntetem az illesztést, kívülre klikkentek valahol a munkasíkon, megszüntetem az illesztést, ugye most már ki tudom jelölni a rácshálóval a kettőt együtt, mert itt most már egy olyan nézetem van, meg annyira közel vannak egymáshoz, és azt mondom neki, hogy összecsoportosítom a kettőt, és megvan az erkélyem, ami egy másik konstrukcióban persze lehetne egy ágy is, de itt most erkélyként fogjuk használni. Mondom azt a praktikát, ami nekem sokat segít a tervezésben, hogyha hasonló elemeket használok, ráadásul ezeket az elemeket egymáshoz illesztettem, együtt kell adott esetben hozzáillesztenem valami máshoz. Most azt fogjuk csinálni, hogy kettő erkélyt szeretnék én hozzárendelni ehhez az épülethez. Na most ebben az esetben, hogyha ugyanolyan erkély
re van szükségem, akkor a Ctrl-C, Ctrl-V megoldás kiválóan működik, és a praktikum, amit az előbb említettem, az pedig az, hogy nem helyeztem az előbb oda még az erkélyt, hanem azt csinálom, hogy az erkélyeket külön rendezem még, pont úgy egymáshoz képest, és aztán majd csoportosítom is, ahogy azoknak majd a házfalhoz hozzá kell illesztve lenniük, és utána fogom együtt hozzáilleszteni. Ha itt háromra lenne szükségem, akkor természetesen hármat vagy többet csinálnék. Na és akkor a következő lépcső mi? Ugye van nekem itt egy magasságom 20-as, mondjuk azt mondom, hogy 30 mm magas egy lakás, tehát a következő erkélyem 30 mm magasságban kezdődhet, ezért meg kell emelnem 30 mm magasságra ezt az erkélyt. Váltok egy olyan nézetet, ahol ez jobban látszik. Hát, legyen inkább 40, legyen egy biztonsági, nehogy valaki beverje az előző emeletről a fejét. Legyen ez akkor 40. 40 ez a magasság. Jó. Ezt követően összeillesztem a két elemet, amit használok, a megfelelő módon. Ugye ez a dimenzió lesz nekem fontos, és ez a dimenzió lenne nekem fontos, hogy valahogy itt is össze legyenek illesztve, de hogyha szürkével jelöli ezeket a pontokat, akkor az azt jelenti, hogy nem aktív, és azért nem aktív, mert pont úgy illeszkedik egymáshoz ez a két elem, tehát azokat nem tudom kiválasztani. Természetesen ebben a dimenzióban nem érdemes összeillesztenem egymáshoz, mert vagy teljesen egymásra lapulnak, vagy közelítenek egymáshoz, tehát azt nem szeretném most. Ha ezzel megvagyok, akkor újra kijelölöm ezt a két elemet, és azt mondom neki, hogy csoportosítás. Nem csak olyan elemeket csoportosíthatunk egymáshoz, amik egymáshoz érnek, vagy egymásba érnek, hanem egymástól távol eső elemeket is csoportosíthatunk egymáshoz. Mert így könnyebben tudok vele dolgozni most már együtt. Ha szükségem lenne rá a későbbiekben, akkor azt mondom neki, hogy újra szedje szét a kettőt, és akkor megint tudok vele külön dolgozni, de nekem ugye erre nincs szükségem. Csoportosítva fogok vele dolgozni a későbbiekben, tehát újra összecsoportosítom a két erkélyt. És amikor ezzel megvagyok, akkor alapvetően a magasságát kell meghatároznom. Mondjuk, megnézzük, hogy mondjuk 40. Hát persze ezt is számoltathatjuk a gyerekekkel, hogy ez pontosan hova kell, mire kell. Itt például nekem még elfért volna fönt egy harmadik erkély, de hát ezzel most nem kezdek semmit. Na most ide nem tudok egy illesztési pontot megadni. Én ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy hát körülbelülre be fogom illeszteni a ház falba, ugye az erkélyemet. Ez már csak a nyomtatási terv miatt is fontos, hogy ne azzal próbálkozzak, hogy éppen hozzáér, mert lehet, hogy az éppen hozzáér az olyan lesz, hogy valójában nem ért hozzá a tervem, tehát ott van egy pixelnyi távolság, amit én nem vettem észre, itt most nekem nincsen. De hogyha ilyen előfordul, akkor a nyomtatásomnál le fog esni, ugye ez az erkélyem, mert nem kapcsolódik össze a két elem. Tehát nagyjából egy 2-3 mm mélységben beillesztem, és a többit már nem kézzel csinálom, láthatjátok, hogy egy kicsit balra el van tolódva az erkélyem a házhoz képest, hanem kijelölöm együtt, és megint az illesztést veszem elő, megkeresem a megfelelő pontot, és hogyha ezzel megvagyok, akkor megszüntetem a kijelölést, újra csoportosítok, és akkor megvan az erkélyes házam. Hogyha arra lenne szükségem, hogy később úgy döntök, hogy a harmadik emeleti lakók is kapjanak erkélyt, akkor sokkal inkább azt csinálom, hogy szétszedem a csoportosítást, újra kihúzom az erkélyeket, azokkal külön dolgozok és újra beillesztem, mert könnyebben tudom kezelni. Könnyebben tudom kezelni az illesztéseket is így egymáshoz, könnyebben tudom kezelni az egymáshoz mért dimenziókat is. Jó, nagyjából, na még egy tetőt azért rakjunk rá, de innét már könnyű lesz, kiválasztok egy ilyen alakzatot, de mutatom hozzá a forgatást, mert ez pont nem jól áll nekem, ugye jó lenne, hogyha ez pont 90 fokban el lenne forgatva, akkor azt mondom neki, elkezdem a forgatást ugyanúgy, ahogy a munkasíttól elemelést is kezeltem, 90 fokra beállítom, akkor pont úgy áll, ahogy kell, 100 szélesre kell vennem, mert azt mondtuk, hogy ennyi volt a házunk, 100 széles, és 160 magas volt? 160 magas, fölemelem 160 magasságra, a munkasíktól mértem, és amikor ezzel megvagyok, na, és akkor most jön a trükk, mert előtte szétszedem az erkéllyel, mert különben nem tudom szép, vagy hát, találnék egy olyan munka, vagy egy olyan illesztési elemet, amivel, jó,
nem is szedem szét, bocsánat, akkor visszavonom az előzőt, mert itt ebben az esetben csak egyszerűen meg kell találnom a jó illesztési lehetőséget, azt mondom neki, hogy illesztés, és ugye ez a pont, ez az lesz nekem, ami jó, csak egyet nem tettem meg, hogy a mélységét az alakzatomnak azt nem változtattam meg, már pedig így elég furcsán néz ki, ez pedig, na ehhez kell szétszednem, akkor mégiscsak szét kell szednem, mert már nem emlékszem pontosan, hogy volt, tehát azt mondom neki, hogy szétszedjük, igen, és lépésenként tudom szétszedni, tehát az erkélyemet nem szedte szét a két erkélyt együtt, és azt mondom neki, hogy megnézem ezt a mélység értéket, mert ugye az előbb már együtt mutatta nekem az erkélye, ez 40, akkor ugye a tetőmet is erre kell beállítani, hogy ez szépen illeszkedjen az épület tetejéhez. Még elegánsabb, hogyha magasságra is változtatok rajta. Ugye dupláztunk, akkor itt is duplázunk, 20-as. Jó, és akkor most újra visszaillesztem az erkélyeket. A magasságon ugye nem kell változtatnom, csak azt nézem meg, hogy mennyire illesztem bele. Igen, itt jól látszik, így. Ennyire illesztem bele a házfalába, amikor ezzel meg vagyok, kijelölöm, ilyen. Ez a típusú illesztés ezen a ponton, ha ez megvan az egyszerűség kedvéért, már is csoportosítok, és hogyha ezzel is meg vagyok, akkor ezt a csoportot a tetővel fogom még egy lépésben összehozni, megtalálom a megfelelő illesztési pontokat itt, és lényegében, ha erre is a csoportosítást adok, együtt van. Ezt kaptam. Ugye a színeknek csak segéd jelentésük van, hogy az előbb piros volt és kék volt a tető. A gyerekek szívesen eljátszanak ezzel, de azt kell megérteniük, hogy jobb, hogyha csoportosítva, ha csoportosítjuk, akkor egységes színűvé teszi az egészet. Jobb, hogyha így nézik, mert a színek azok nem ettől fognak függni ugye a nyomtatás során, hanem attól, hogy majd a szeletelő szoftverben mit állítunk beadott esetben, hogy van-e rá lehetőségünk, vagy van-e türelmünk hozzá, hogy adott ponton kicseréljük, mondjuk amikor a nyomtatás idáig elér a ház tetejéig, ott kicseréljük a filamentet más színűre, a töltőanyagot más színűre, és más színűvel nyomtassuk a tetőnket. Hogyha ezzel megvagyunk, egy dolgot még érdemes megtenni, vagy néhány dolgot még érdemes megtenni, az első az, hogy itt fönt, a bal felső sarokban, a tervező szoftveren, ott defaultból ad nekünk egy, tehát alapértelmezetten ad neki egy valamilyen nevet, Epic Vault Blur, most mi ezt a nevet kaptuk. Hát ezt mindenképp érdemes átírni, és akkor ilyen néven már sokkal inkább megtaláljuk. És ugye ez megtörtént, akkor lényegében semmi más dolgunk nincsen, mert ugye felhő alapú megoldás, felhő alapú tárhely folyamatosan menti a tervünket, nagyjából középre illesztem, bár nagy jelentősége ennek sincsen. Ha a bal felső sarokban megint csak a cím mellett erre a színes ikonra nyomunk, ez kivisz minket a főoldalra, akkor ott már is az utolsó tervként, amit terveztem, ezt fogjuk találni, és azt pedig már néztük már, hogyha publikálni szeretnénk, itt írja is nekem, hogy néhány másodperce lett létrehozva, és privátra van még állítva, ugye ez az alapértelmezett, ahogy ezt említettem, privátra van állítva, akkor itt már is látjuk a tervünket, amit létrehoztunk. Zárásképpen két dolgot szeretnék mondani. Ha valakinek nincs lehetősége, és nincs az intézménynek sem 3D nyomtatója, én azt gondolom, hogy akkor is releváns lehetőség, akkor is releváns 3D terveket készíteni adott esetben a gyerekekkel. Mi ezt a Google SketchUp-ban még a 2000-es évek elején már csináltuk. Borzalmasan élvezik a gyerekek azt is, hogy háromdimenzióban tudnak tervezni, a terveket háromdimenzióban meg tudják nézni, és ez a felület ezekre lehetőséget ad. Adott esetben tudjuk a későbbiekben is ezeket a terveket más felületeken használni. De azért, ez a toldalék a mondat végén, hogyha van lehetőség, akkor ez mármint hogy 3D nyomtató elérésére, akkor ez kifejezetten arra jó, hogy ritkán van arra lehetőségünk, hogy egy online létrehozott, különösen ilyen
komplex dolgot, amit létrehozunk a gyerekekkel, azt a fizikai valóságban kézbe vehessük, hát akkor mindenképp érdemes nyomtatni, akár mondjuk egy digitális témahét keretében keresni bérnyomtatási lehetőséget, és megnézni, hogy nem horribilis áru-e a dolog. De ma már egyébként a nyomtatók ára is annyira lement, hogy intézményi szinten nem beszerezhetetlen. Úgyhogy hát mindenképp az a következő lépcső, hogy a terveket azokat nyomtatni. Mi egyébként még szoktuk javítgatni a terveket, az egy külön webinárium témája lehet, hogy még ezeket szeletelni kell, még mielőtt a nyomtató számára felismerhető formátumba hozzuk, de hogy nyomtatás után mi még ezeket szeletelni szoktuk, ezeket a terveket, adott esetben a gyerekek ki szokták festeni, mondjuk így történt ez az okos város esetében is, és aztán mi mondjuk egy egyszerű plexilapra, vagy nem is plexilap volt, hanem egy hát a kartonpapírnál masszívabb, de körülbelül olyan zölddel beszínezett terepre, ahol útvonalakat alakítottunk még ki, oda helyeztük el, hát az egészen inspiráló tud lenni, hogyha ilyen eredményekig el tudunk jutni, és nagyon mozgatja a gyerekeket. És az a tudás, amit ennek nyomán szerezhetnek, az biztos, hogy egy rentábilis, egy piacképes tudás lesz a jövőben, még inkább, mint most. És ha valakinek nincs nyomtatója, akkor hadd hívjam fel a figyelmét, abszolút most már zárásként, készítsetek társasjátékot pályázatra, ugyanis ez kifejezetten a digitális témahéthez kötődik. A digitalistémahét.hu oldalon a hírek között, most már a második oldalon, mert nem most tették ki, megtalálható ez az oldal, vagy megtalálható ez a felhívás, aminek keretében egy pályázat nyomán próbaidőszakra is beszerezhető egy nyomtató, és majd a későbbiekben társasjátékot kell készíteni, későbbiekben egy szakmai bizottság dönt arról, melyik nyomtatók, vagy melyik társasjátékokat és melyik projekteket ítélik a legjobbnak, és ennek nyomán nem más lehet nyerni, mint azokat a nyomtatókat, amiket a teszt időszakban is használt az intézmény. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy az iskola szerezzen egy nyomtatót, az osztály vagy a pedagógus szerezzen egy nyomtatót, amire aztán majd lehet szakkört építeni, de nem látom távolinak azt sem, hogy tantárgyi keretbe be lehet illeszteni egy-egy elemét a 3D tárgyalkotásnak. Köszönöm szépen a figyelmüket, és vagy én voltam nagyon kimerítő, vagy itt a mindenkinél nem látok kérdéseket. Ha vannak, akkor azokat várom. A privát cseten kaptam Kornéliától egy kérdést, hogy az Autodeskben jó a skin, ez választható vagy saját munka. Melyik skinre gondol Kornélia? A tervező felületen, amit látok? Tervező felületen, amit látok. Tehát, hogyha ezt itt megnyitom, ezzel nem tudok állítani. Tehát ezzel csak dolgozni tudok, a beállításokban arra nincs lehetőségem, hogy ezen változtassak, de én is azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk vele, tehát egy jó használható, jól átlátható skint, vagy arculatot, vagy megjelenést kapott a dolog, a szerkesztő felület. Köszönjük szépen mindenkinek! És szeretném ajánlani figyelmetekbe a holnapi és a holnap utáni előadásokat is, és jövő héten indul már a digitális témahét. Mindenkinek jó pihenést kívánok a ma estére még.